A Nothingen bírája legnagyobb erénye számomra az, hogy amit vállal, tökéletesen teljesíti. Ez a csempészjáték. Ez a csempészjáték, hogyha ilyen kis határátkelő helyen, fű alatt megalkuszunk is, na, kedves-kedves bíróbácsi, olyan szép kackiáns kis bajsza van, hogy esetleg ezt a kis négy almácskát, hogyha tessen átengedni, hangulatot tökéletesen hozza. Fantasztikus, hogy mindenki többször lesz bíró, hatalmas nagy örömmel készítettünk annak idején bemutatót erről a játékról, és most még nagyobb örömmel készítünk egy bemutatót a kiegészítőről, mert képzeljétek el, a kreatívok beletettek több modult, hogy miként bővíthető ez a különleges világ, úgyhogy most a vidám fiúkat szeretném nektek bemutatni. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk Vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Az alapjáték szabályán most nem mennék át, úgyhogy gyorsan fussunk át a modulokon, ugyanis ez egy olyan kiegészítő, amely több modult tartalmaz, hogyha hatan játszátok, vagy hogyha különféle különleges exotikus játékszabály fűszereket szeretnétek használni a játékhoz. Úgyhogy nézzük a Vidám fiúk szabályait gyorsban, rövidben. Így néz ki a Nothingen bírája Vidám fiúk című kiegészítő, a dobozból kipakolva minden alkatrészt kiraktunk. Érkezik egy hatodik játékos lehetőség, egy vidám, kedves, jóhiszemű nénike formájában, minden információ rajta van, mint az alapjáték karakterlapjain. Érkezik hozzá egy saját színében érkező zsákocska, ez ugyanígy használható, mint az alapjáték különféle karakterei. Érkezik a kiegészítővel 4 plusz 1 modul. A plusz 1 modul az a hatodik játékos lehetőség. Az alapjátékot 3-5 játékos részére optimalizálták, de ezzel a kiegészítővel most már lehet 6-on is játszani, és az egyik játékos egészen biztosan a fekete színnel lesz. Ehhez tartoznak egyébként a törvényszolgák paklia és egy ilyen pici kincses láda modul. Ezen kívül érkezik még a vidám fiúk kiegészítő modul, a törvények, a különleges rendelések, illetve a fekete piac. Ezek mindenképpen csak az alapjátékkal együtt játszhatóak, egyébként külön-külön is, és hogyha valaki csak az egyik modult szeretné használni, akkor azt az összes többit tegye vissza a játék dobozába, de most gyorsan fussunk át a különféle modulokon, hogy melyiknek mi a szabálya. Ha hatan játszátok a játékot, akkor nem egy bíró lesz, hanem két törvényszolga, és a játék három fő fordulójában mindegyikben egy húzópakliból felcsapunk majd két lapot, ezen húzópaklik lapja egyébként a játékos színei, és mindegyik fordulóban random, hogy ki kivel lesz bíró, míg az alapjátékban ez óramutató járásának megfelelően vándorol, itt véletlenszerű, hogy kinek kivel kell együtt dolgozni azért, hogy kinek a zsákját nyissák ki, illetve kinek nem. Nekik nem kell mindenáron egyetérteniük, de nagyon fontos, hogy egyetértenek, akkor egy közös zsákmányból részesülnek. Ilyenkor játékba kerül a zsákmány lap, és minden egyes beszedett pénz oda kerül középre, és egyenlő arányban kell osztozzanak rajta. És nem csak a pénz kell ide, ugyanis nem csak pénzzel lehet megvesztegetni a kis törvényszolgáinkat, hanem mindenféle már megszerzett áruval is, esetleg még nem átcsempészett áruval, úgyhogy nekik osztozkodniuk kell. A forduló elején felcsapjuk, hogy ki kivel lesz törvényszolga, ebben az esetben a piros meg a fekete játékosunk lesz együtt törvényszolga. Ők határozzák meg, hogy milyen sorrendben cserélgethetnek, húzhatnak új lapot a játékosok a húzópakliból. Javasolja a játékszabály, hogy ne lehessen felfordított lapok között válogatni, mert nagyon el tud nyúlni a játékidő, még akkor is, hogyha csak három fő fordulót futnak a játékosok, de hogy maradjon a partijáték hangulat, csak lefordított lapokat lehet cserélni, azt viszont látjuk, hogy miket dobott el az adott játékos. Ők együttesen határozzák meg, hogy milyen sorrendben kérdezik ki a többieket, és miután mindenki megpróbálta lefizetni őket, vagy éppen nem, ők eldöntik, hogy kinyissák, vagy ne nyissák ki az adott játékosnak a zsákját az átvizsgálás során. Előfordulhat, hogy ők egyet értenek, ebben az esetben mindketten fizetnek büntetést, hogyha ha igazat mondott az adott megvizsgált játékos. Abban az esetben, hogyha azonban rajta kapnának valakit, akkor a beszedett sáp, akkor mondani a beszedett büntetést az adott játékos, akit rajta kaptak ide a zsákmány lapkára, teszi a pénzt, és a forduló végén majd ők osztozkodnak, de előfordulhat, hogy valakinél eltér a véleményük, és az egyik elhiszi, a másik pedig nem. Ebben az esetben csak az egyikük kap jutalmat, vagy éppen büntetést, vagy másik esetben a másik kap büntetést, vagy éppen jutalmat, de mindenképpen ők együtt részesülnek valami javadalomban, hogyha egyetértettek. Ezután ez a két játékos ugyanúgy csempész lesz, mint a többiek is, mások lesznek a törvényszolgák, felcsapunk újabb két lapot, és a következő fordulóban a lila vagy rózsaszín színvak vagyok hölgyemény, illetve a kék szakácsbácsi lesz együtt a két törvényszolga, teljesen mindegy, hogy ki melyiket ölti magára, de nagyon izgalmas tünemény, hogyha hatan játszunk, akkor mindig lesz két játékos, akiknek egyezkedni kell, és az adott forduló utolsó körében pedig ők ketten lesznek a törvényszolgák. Amint ez megtörtént, újra keverjük
ezt a pakit, és a következő fordulóban már nagy valószínűséggel másoknak kell együtt dolgozni törvényszolgaként, és így kell megsápolni a többieket, vagy éppen rajta kapni a többieket csempészésen, vagy valami kis mesterkedésen. Ez a hatjátékos modul lényege. A fekete piac modul az egyik legegyszerűbb mind közül, ez mindössze 6 kártyából áll, és abban az esetben, hogyha egy játékos 3 adott fajtájú csempészárut vitt át, akkor azt a 3 csempészárut visszaadja, és egy nagyobb értékben válthatja be. Aki másodjára teszi ezt meg az adott áruba, egy picit rosszabb kondíciókkal cserélheti be az árukat erre a bizonyos fekete piac lapkára. Mindegyikből 2 van, és izgalmas tünemény, hogy mindegyik játékos akár mind a 2-t teljesítheti. Tehát, hogyha egy játékos elsőként becsempészett 3 sejmet, akkor beadja a 3 sejmet, és ezt elveszi helyette. Több pontot szerez így, mert ugye minden pénz egy pont a játék végén, és hogyha becsempészett ő a többiek előtt még 3 sejmet, akkor még a másik kártyát is megszerezheti. Ez egy icipici kis versenyt visz a játékba, mert ezeket egymás elől happolgatják el a játékosok. Ez a sejemmel, a mézsörrel és a borssal van így. A következő modul a törvények, ez egy húzó pakli, amiben minden egyes kártyán más törvény van, amely segítheti bizonyos játékosok játékát, vagy éppen nehezítheti. Mindig az aktuális bíró dönt arról, hogy milyen törvény kerüljön játékba, és mivel ez a játék a megvesztegetést kirakatba teszi, ezért természetesen a bíró kommunikálhatja, hogy milyen törvény készül éppen életbe lépni, és megvesztegethető, lefizethető, hogy valamelyik játékosnak kedvezzen az a bizonyos törvényalkotás. Az első bíró 3 kártyát húz, ebből 2 törvénybe iktat, az egyiket pedig eldobja, és mindig 2 törvény van életben, mind a 2 végre kell hajtani. A soron következő bíró felhúz 2, ebből az egyiket megtartja, a másikat eldobja, és a picit távolabb rendelet szépen lassan eldobódik, és így szépen lassan épül az a bizonyos törvény, ami minden játékosra érvényes. A következő bíró is majd felhúz 2, abból az egyiket megtartja, a másikat eldobja, a távolabb lévő rendelet elmegy, és így szépen lassan vándorolnak a rendeletek játékosról, játékosra, bíróról bíróra. Természetesen ezek a modulok, hogyha 6-an játszátok és 2 törvényszolga van, akkor ugyanígy működnek, és ebben az esetben a 2 törvényszolga együttesen dönt arról, hogy a 2 felhúzott törvényből melyiket tartsák meg. A következő modul a különleges rendelések, melyből a játék elején 4-et felfordítunk, és minden egyes fordulóban a játékosok célja teljesíteni ezen különleges rendeléseket. Nagyon fontos, hogy egy korábban átcsempészett kártyákból már nem lehet teljesíteni, tehát az adott fordulóban kell ezt a 2 alkatrészt összehozni a játékosoknak. Minden egyes ilyen rendelése jellemző, hogy legalább az egyik az egy csempészár, úgyhogy sundámbundámot simviskedni kell majd a játékosnak, hogy ez összejöjjön. És miután megtörtént egy átvizsgálás, és a játékos áthozta ezt az adott 2 alkatrészt, akkor ezt magához veheti. Fontos, hogy ezt nem kell befizetni, mint a fekete piac lapkáknál, tehát ezek mellé veszi el ezt a bizonyos különleges rendelés kártyát a játékos, és így nagyon kis csinos extra pontokhoz juthat a játék végén. Amint a forduló véget ért, és esetleg 2 játékos is elvitt különleges rendelést, azonnal 4-re kiegészítjük ezen kártyák számát. Tehát minden forduló elején 4 különleges rendeléssel találkozhatnak a játékosok. Vidám fiúk! És végül, de nem utolsó sorban jöjjenek a címszereplők a Vidám fiúk kiegészítőben. A Vidám fiúk egy ilyen sherwoodi erdőlapkával érkeznek meg. Ebben a modulban a játékosok célja átcsempészni a vámon ezeket a kártyákat, akarom mondani ezeket a karaktereket, aminek mindnek van egy bizonyos győzelmi pontértéke a játék végén, lebukás esetén a büntetésdíja és egy különleges képesség, amiért meglehetősen megéri ezeket a karaktereket átcsempészni a játékosoknak. A klasszikus Robin Hood történetéből a szereplők köszönnek vissza, nagyjából az ő képességüknek megfelelő kis különleges képességekkel. A játék elején mindegyik játékos kap 2-t, és ebből a 2-ből kiválaszt egyet, a másikat a húzópakli alá teszi, és megpróbálja átjuttatni valamelyik vidám fiút a vámon. Abban az esetben, hogyha a törvényszolgák lennének, akkor a 2 törvényszolgán természetesen. Hogyha sikerült, akkor a játékos felfordítja, végrehajtja a különleges képességét, és azonnal húz 2 újabb kártyát, amiből az egyiket megtartja, a másikat húzópakli alá teszi. Abban az esetben, hogyha egy játékos lebukna az egyik vidám fiúval, akkor ki kell fizetni a büntetést, és nem kap újabb vidám fiúk kártyát. Ahhoz, hogy visszaszerezze a hírnevét a sherwoodi erdőben, az adott játékosnak egy illegális árut kell átcsempésznie, és ezután kaphat
két újabb vidámfiúk kártyát, amiből az egyiket megtartja, a másikat a húzópakli alá teszi. Ezek nagyon sokat tudnak segíteni a játékosoknak a balanszban, nagyon komoly összegeket tudnak cserebrélni a játékosok egymás között, és általában ezek a karakterek a többiek bosszantására csempésződnek át. Úgyhogy nagyon izgalmas, sok vidámságot tartogató modul a vidámfiúk kiegészítő. Gyorsan beszéljünk először a kiegészítő fogalmáról. Számomra üdvös, amikor egy magyar forgalmazó azt mondja, hogy ne csak az alapjátékot, hanem a kiegészítőt is hozzuk. Sokak számára kiegészítő, mint szó, egy mellékízzel, egy pejoratív mellékízzel rendelkezik, hogy ezek szerint nem kész az alapjáték. Valamit ki kell egészíteni rajta, mert nem teljes. Nem, nem. Van egy nagyon jól működő alapjátékunk, és a kiegészítő vállalása, hogyha tetszett az alapjáték, van még ahonnan ez jött, mélyebb a nyúl ürege, gyere barangoljunk. És a moduláris kiegészítő azt mondja, hogy itt nem muszáj mindennel játszani, sőt egyébként javaslom is, hogy ne az összeset terjétek be, mert felrobban a fejetek, még hogyha gyakorlatok vagytok sem, mert ebben a játékban nagyon fontos fókusz az alapjátékban, és hogy minél kevesebbet kell foglalkoznatok a játékszabállyal, és minél inkább tudtok egymás szemébe nézni, és deduktálni, hogy na de hogy érje meg mindkettőnek, tehát minél többet tudtok a játék lényegével foglalkozni, annál mélyebb lesz a játék, és szerintem itt nagy lehet a csábítás, tegyünk bele mindent, javaslom, ne. A moduláris kiegészítő azt jelenti, hogy ha a fekete piacot szeretnétek, akkor egy picit más ízű játékot kaptok, hogyha a vidámfiúkat, amit mindenképpen próbáljátok ki, beleteszitek, akkor egy teljesen más különleges képességekkel rendelkező játékélményetek lesz. A lényeg megmarad, és mint kiegészítő tökéletesen teszi a dolgát, bővít. A másik vád, amivel kapcsolatban sokszor fellépnek a kiegészítőkkel kapcsolatban, hogy rágjuk azt a bizonyos csontot. Nekem nagyon tetszik, hogy amikor az alapjátékot játszottam, nem jutott eszembe, hogy ez hova bővíthető, és a vidám fiúk nagyon szépen gazdagon bővíti. Ihletetnek érzem, és tényleg több játék lesz a kiegészítővel. De ha már mint kiegészítő, egy picit, icipicit szeretnék csipkelődni egy. Tulajdonképpen, hogy a gonosz akarok lenni, ez egy pakli kártya meg két token, és nagyon kényelmesen elfér minden az alapjátékban. Meglehetősen így egymásra pakolgatva. Tehát nekem a kis elpakoló, kis esztétikumra figyelő játékosnak fontos volt az, hogy minden szépen találja meg a helyét. Nos, ezzel a kiegészítővel pláne nem találja meg minden a helyét, úgyhogy egy picit nagyobb doboz, hogyha lehetett volna az alapjáték, hogy a kiegészítő is beleférjen, és nem egymásra kell pakolgatni dolgokat, azt majd aki tapasztalta, hogy elpakolta ezt a játékot, hogy ma tudja, miről beszélek, nekem elfért volna egy picit nagyobb doboz. Az illusztráció humoros, vicces, építi a világát. Érdekes, hogy talán tudjátok, hogy ennek a Nothing and Beer-nek lett egy második kiadása, egy újabb arculata jelenik meg, de minek? Gyerekek, ez tökéletes, gyönyörű, pontosan ezzel a fadekorral, ezekkel az arcokkal, ezekkel az illusztrációkkal a vidám fiúk végre megjelenek, és minek csibészes karaktere van, tényleg mindegyiknek humora van, története van. Festői mesi, megnézném rajzfilmben, én alig várnám, hogy ezek meginduljanak, mozduljanak, és mindegyik azt a kis csibész hangulatot hozza. Nagyon jó. És amire nagyon kíváncsi voltam, hogy működik hatan. Hatan behozza a játék azt, hogy ketten vagyunk bírák, nekünk egyezkednünk kell, háromszor sorsoljuk ki, hogy én kivel leszek, és ez hihetetlen izgalmas, hogy azt mondta a kiegészítő, hogy nem folyamatosan tudom, hogy kivel leszek bíra, nem, adhok random, ezért alkudozzak vele úgy, hogy elképzelhető, hogy nekem anyalnom kell neki, esetleg neki nekem, vagy esetleg lehetünk nem annyira jóban, vagy hogy tegyek neki ígéretet, úgyhogy folyamatosan ez a jössz-e még az én utcámba, figyel, leszek én még bíró, de lehet, hogy együtt leszünk bírók, lehet, hogy te leszel ellenem bíró, folyamatosan ez ügyeskedő és nagyon aktuális, modern, és ha most egy picit lehetek ilyen kultúr ember, akkor itt közép-kelet-európában ez a bizonyos sikkasztósdi, lefizetősdi hangulat, ez tökéletesen dívik, és nagyon jó érzés, hogy ennek a bizonyos helyzetek mindkét oldalán aktívan részt vesz a játékos, hatan, pedig egy kollégával pluszban megfűszerezve. A modulok között számomra a fekete piac hozott egy nagyon érdekes versengős nyomást a játékban. Én ott azt éreztem, hogy nagyon, nagyon erős tónusú lesz valamely fűszereknek a becsempészése, picit kompetitívebb nekem akkor a játék és a parti hangulatát, ami szerintem nagyon jól ellenek a játéknak, azt egy picit elfedi. De az új törvények is nagyon jó, hogy a fordulónak megfelelő új két szabály van, és a bírónak van ráhatása, hogy milyen új szabályok dolgozzanak. De számomra ebben a modulális kiegészítőben az abszolút csúcs kedvenc, amit mindenképpen javaslok, és most már bizonyos szempontból nem tudok nélkül elképzelni, az a címszereplők jelenléte, a vidám fiúk fantasztikusak. Nagyon jó, hogy miután átcsempésztem az egyik kedves tanult kollégát, utána rögtön használtam a képességét, és ez szerintem nagyon sokszor egy nagyon jó autobalansz rendszer
a játékban. Nagyon sokszor a leggazdagabbtól lopok, és a játékosok egymásnak szépen kiegyenlíthetik a játékot, amely ebben a 30 perc, vagy ha szeretek beszélgetni 60 percben, azért elkél. A Nottingham bírájának, pláne így a kiegészítővel nagyon sok vidám, mély és emlékezetes játékpart élményt köszönhetünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a Reflexoknak, hogy láttok a kiegészítőben is fantáziát, és nagyon szépen köszönjük nekik, hogy bemutathatok nektek nem csak az alapjátékot, hanem a kiegészítőt is. Bízunk benne, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a tartalom. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó csempészést és jó játékot. Sziasztok! És a vidám fiúk.